Hogyan kell kiásni egy talajszelvényt, és azt hogyan kell szakszerűen leírni? A következő néhány percben ezt fogom bemutatni nektek dr. Dobos Endre segítségével. Az apropó nem más, mint hogy március 20-án egy különleges rendezvényre hívják a gazdálkodókat, érdeklődőket, iskolásokat, egyetemistákat. Több mint 40 helyszínen ásnak majd országszerte talajszelvényeket. Hogy hogyan? Azt itt már is megmutatjuk, Zabaron. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! Endre, itt vagyunk Zabaron, mint megtudtuk, ugye ez az ország leghidegebb települése, de nem azért vagyunk itt, hogy fázzunk, hanem egy szelvényben ülünk, és mindjárt megmutatjuk, hogy ez a szelvény hogyan lett szakszerűen kiásva és leírva, az egy március 20-i esemény apropóján. Az esemény lényege, hogy mindenütt valaki, aki hozzáértő ember, a helyi közösségnek leír egy szelvényt délelőtt 10 óra, akkor ez nem lesz mindenkinél 10 óra, mert van, ahol egyéb más logisztikai problémák miatt ez nem működik, de lesz egy ilyen országos rendezvény, amikor aznap mindenki szelvényt tér le, és ennek szeretnénk valami olyan nézettséget, láthatóságot adni, különösen úgy, hogy egy helyre felpakoljuk majd az összes szelvényleírást, nem is a szelvényleírásokat, hanem azt, hogy mit üzen egy szelvény, vagy mit tud elmondani egy szelvény önmagáról, a szakértői szemmel, a laikusok számára is. És akkor azok a kis videók fel vannak töltve, és én bízom benne, hogyha 40 különböző hely 40 különböző talaja, 40 különböző történettel, az egy picit majd hozza azt a talajtani sokféleséget, amiben ez az ország szerencsére él, és azt a hihetetlen gazdagságot, amit a talajok adnak nekünk, és hát emellett egy kis elismertséget is ahhoz, hogyha már ilyen sokat ad nekünk. Tehát akkor március 20-án több mint 40 helyszínen Igen. készül majd ehhez hasonló talajszelvény kisebb, nagyobb, és azt már is eláruljuk, hogy akkor tényleg mire kell odafigyelni egy talajszervény kiásásánál, meg aztán leírásánál. Így lesz. Ez egy nagyon széles, kiszélesedő völgytalp, és itt van egy szép kis púpocskánk ami valószínűleg itt a valahonnan becsúszott csúszásnyelvnek a maradéka, amit itt a patakok szépen jobbra balról körbevágtak, és akkor itt ez azért lenne érdekes, mert ez itt körülbelül három méterrel magasabb, mint a többi része, úgyhogy egy, egy lenne egy ilyen típusos uh, erdőtalaj rajta, a másik oldalon viszont ott előjönnek ezek a szép hidromorf vízhatású talajok, tele lesz vassal, tele lesz mangánnal, olyan szépeket fog mutogatni, úgyhogy akkor itt leszünk. Jó? Amennyiben részben természetes területen, valamilyen egységesen takart területen fogják megásni a szelvényt, Ö, akkor érdemes gondolni majd a szelvény utáni időkre is, és, és az első ásonyom által megmozgatott növényzetet ilyen gyeptéglák formájában menteni, hogy aztán miután a szelvény visszatemetése kerül, ö, közel azonos állapotba vissza lehessen ö, takarni ezekkel a kis gyeptéglácskákkal a szelvényt, hogy az eróziótól és a, a további romlástól megóvjuk a, a területet. Úgyhogy gyeptégla, aztán a feltalaj az egyik oldalra, a mélyebb szelvények mélyebb területe, vagy a szelvénynek a mélyebben elhelyezkedő anyaga az a másik oldalra, azért, mert amikor majd visszatemetjük, akkor gyakorlatilag ugye az altalaj megy vissza alulra, az egyik oldalt behányjuk, a feltalaj megy felőre, a másik oldalt behányjuk, és a tetejére, hát persze nem lesz tökéletes, de szépen visszapakolgatjuk a téglákat vagy ugye a természetes élő növényeket tartalmazó kis téglácskáinkat. És utána remélhetőleg egy-két-három év alatt olyan szépen visszaülepszik, hogy nem mondom, hogy felismerhetetlen, de viszonylag természet közeli állapotba kerülhet. És így jön ki egy ilyen tégla, egy ilyen felső rétegből kiszedett gyeptéglácska, amit így szépen lehet gyűjtögetni, és majd valahogy okosan visszaépítgetni, amennyire csak lehet a szelvény területére. Ilyen szépen kijönnek. Ekközben pedig a, a talajszelvény felső rétegeinek az anyaga, ami nagyjából a gyeptéglával azonos szintből jön, vagy az alól, azokat ide erre a gyeptéglával azonos oldalra el lehet kezdeni összegyűjteni egy másik kupacba, majd amikor a szelvényben valamiféle talajtani váltás bekövetkezik, vagy már a talajképző hatása megerősödik, és a közelében járunk, akkor lehet a másik oldalra elkezdeni gyűjteni. Ennek ugye az lesz a praktikus oka, hogy utána nyilván az alulról kiszedett talaj rétegeket visszahelyezhetjük a szelvény aljába, és amik meg felülről jöttek, azokat pedig ráhelyezhetjük, tehát gyakorlatilag visszaépíthetjük a szelvényünket kis túlzással. Tehát ide már maga a talaj kerül mellé itt már el lehet kezdeni a másik oldalra pakolni, hiszen erősen keveredik a talajt képzőküzet anyagával, szóval esetleg itt már érdemes lehet. Közben még a szabályokról egy pár dolgot hagyd mondjak már, hogyha szervényeket ásunk. Mindig van egy úgynevezett főfal. A főfal az, amit majd le fogunk írni, ami jelen esetben itt van. Ott kezdjük mindig az ásást, és onnan hátrálnak ugye a sorok végig az is látszik már, hogy itt szépen, ahogy hátrálunk először, kiásunk egy ásó nyomnyit, ami akkora, amely korára a szelvényt akarjuk a végén, majd utána előre jövünk, és kezdjük ugye azt a falat tovább mélyíteni. Ö, sosem szabad ráállni, ott mindig olyan helyet kell hagyni, ahol a növényzet ö, és a talajnak a felső rétegeinek az állapota olyan, mint volt ásás előtt, mert ezt szeretnénk megvizsgálni. Ha ott összeugráljuk, összetapossuk, nem csak, hogy a vizsgálata lesz nehezebb, de a fényképen sem lesz olyan szép, ahogy rögtön látszik rajta, hogy gyökér, kinő belőle a növény, és akkor magyarázza a talajadottságokat. És hát persze itt a második sornál már nem jövünk végig, hanem hagyunk egy lépés nyit, tehát kialakul az első lépcsősor. És amit még nagyon fontos, amit most Andis csinálni fog, ugye ez azt is jelenti, hogy a fő falat nem csak felülről nem bántjuk, hanem ásás közben sem. Hanem úgy szoktuk ugye ásni, hogy itt nyilván, ahogy itt ásogatunk, itt marad egy ilyen természetes valami, természetes fal, amit fölülről úgy vágunk, nyesünk le, hogy meglegyen az a leírandó fal felület. Ilyenkor sokszor szokták azt csinálni, hogy fogják, feszegetik, hátra nyomják az ásót, ezt nem szabad, hanem mindig előre kell hajtani, feszegetni, azért, mert amikor hátra nyomjuk, akkor megint csak összenyomjuk, összetömörítjük, zavarjuk a talajt, vagy megzavarjuk, és akkor azokat a kis apró tulajdonságokat, amiket annyira szeretnénk látni a szervényben, az akkor már ott nem lesz látható. A szervényt, amikor az első szintben az alapterületét elértük, onnantól minden egyes új ásónyom, szintje valamivel rövidebb lesz, mint az előző. Ennek praktikai okai is vannak, hiszen uh, innentől kezdve minden egyes új szintnél kevesebb anyagot kell megozgatni, mint az előzőnél, ráadásul egy kényelmes lépcsősor fog levezetni a szervény aljába, így miután a következő szintet ki fogom hozni, a következő uh, ásonyomat, azt nagyjából eddig fogom uh, hozni, és ez igaz lesz a következőnél is, és a következőnél is. Nagyon-nagyon uh, fontos, hogy onnantól, hogy hogy az új szinteket elkezdjük kialakítani, az első ásanyomok mindig a főfal közvetlen érintésével fognak történni, ezért nem kilóvatosan kell a főfal környezetében mozognunk. Általában kis mozdulatokkal kell a főfal környezetéből kitermelni a talajt. Még nem, egyre mélyebbre haladunk. Itt most a helyzetet nehezíti, hogy, a, hogy elértük a, viszonylag magasan elértük a, a vizetet Ezért itt már nehéz finomkodni, de így is igyekezni kell, hogy ne toljuk túl az ásót a fő falnak a vonalán. Tehát nagyjából eddig szabad, és nem szabad bevágást ejtenünk a falba. A szelvények akkor szépek, ha rájuk süt a nap. És nem úgy süt rájuk a nap, hogy a fele árnyékban van, és el lehet képzelni, hogy ha a nap mondjuk onnan mögöttem fog sütni, akkor ennek a szelvénynek körülbelül a kétharmada szép lesz, de ugye ezt az egy ilyen nagy háromszöget erről az oldalról árnyék fog fedni. Amikor ilyen felhős idő van, az nem olyan nagy baj. De tűző napsütésnél ez olyan, mint a kiégett fénykép gyakorlatilag. Az ember szeme próbál koncentrálni, a, ráállítani a, a napsütötte részre, és amikor éppen átfordulna, hogy valami mást megnézzen az árnyékosan, akkor gyakorlatilag nem lát semmit, mert annyira terítődött a, a szeme a fényel, vissza kell, hogy álljon. Ezért mindig tájoljuk a szelvényeket, és a főfal, amit leírunk, elméletileg megpróbáljuk úgy ásni, hogy amikorra tervezzük a leírást, akkor pont szemből rásüssön a nap a főfalra. Ugye ez az országban 10 óra lesz, kivéve azt a pár helyet, ahol nem tudják délelőtt megcsinálni a szelvény leírást, hanem délután vagy bármikor, mint például ezen a helyszínen. De ha nagyjából tudjuk, hogy akkor ez délután négykor lesz leírva, vagy inkább maradjunk a délelőtt 10 óra, akkor az nagyjából délkeleti irányba nézzen, hogy 10 órakor süssön rá a nap. Ahol meg délután írják le, vagy délben, akkor pont délben nézzen, vagy délre nézem, ha meg délután, akkor meg délnyugatra. Tökéletes úgy se lesz, mert ugye a nap mozog, de legalább legyen egy olyan időszak, amikor többé-kevésbé látszik rajta, hogy mit szeretnénk mutogatni. Megjegyzendő, hogy a terepviszonyok azért felülírhatják a tájolást. Főleg meredek hegyoldalak, már alapból valamilyen irányba kitett hegyoldalak esetén, amikor nem tudunk a lejtőnek lefelé ásni. Ez így van. Tehát senki nem akar kétszer annyi anyagot mozgatni. Még egy nagyon fontos dolog, öh... Tudjuk jó, hogy a talaj élet mekkora érték, így hogy a gilisztát találunk szelvényásás közben, igyekezzünk minden egyes példányt megmenteni, hiszen mi bolygattuk meg az ő természetes közegét. Ilyen esetekre érdemes egy picike lyukat ásni, és ebben a lyukban összegyűjteni a talált gilisztákat, majd a szelvényásás befejeztével szépen betemetni, és békén hagyni őket. Itt már érdekes módon 40 centinél, ugye, mint mondtam, megakadt az ásó, és azért, mert ez jön fel. Ez nem kőkemény szilárd közet, hanem egy ilyen olyan szilárd közet, ami olyan kis puhácska. Ezek az úgynevezett slírek, tengeri üledék, ami ilyen általában homokos, és persze természetesen néha ez cementálódik. Lehet a cementálóanyag anyag mész, lehet agyag, lehet vas, vagy bármi más. És gyakorlatilag látszik, hogy az ilyen gyönyörű lejfoltok vannak rajta, így vas mozog benne, vízpang. Ez nem feltétlenül mai és nem feltétlenül talajos, hanem ez lehet, mert ugye a környéken bármerre megyünk, itt a feltárt falakon ilyen szép, szürke, vörös, szürke, vörös csíkozásokat látunk. Ugye a finomabb üledékek azok mindig szürkék, a rajta levő ö, durvább üledékek pedig elvörösödnek, azért, mert ugye másképpen tartják a vizet meg a levegőt, és a lazább, homokosabb rétegek azok kivörösödnek, mert ott tavas kiválik, még a finomabb üledék sorok azok pedig, mivel sokkal agyagosabbak, ezért tartják a vizet, és így szépen reduktívan beszürkülnek. Úgyhogy most már ezt is látjuk, hogy nem csak, hogy folyta a patak, és maga után hagyott egy ilyen kis kerek zátonykát, hanem ennek részben az is az oka, hogy itt a kőzet nagyon ellenállt, és ezért kellett ugye a pataknak jobbra-balra körbe folynia, mert ezt a kis megmaradt kiálló kis kőzet dómot, ami korábban nem pusztult le, azt így körbe kellett folynia. A patak közvetlen környezetében is szelvényását zajlik, ennek az az oka, hogy a kis területen belül fennálló ö, nagy talajtani diverzitás be mutatni, bár még majd meglátjuk, hogy a magas talajvíz mit fog engedni a patak közvetlen környezetében. Hát ugye gondoltuk, hogy itt is megpróbálunk egy mini szelvényt, az ugye el is készült, de ugye sokan fognak ilyennel találkozni, különösen most így akkor a tavasszal, hogyha lejönnek egy patak partjára, ráadásul egy ilyen viszonylag szűk völgy, ahol a patak így beszorul és a hozzátartozó vizek is ilyen viszonylag kis völgytalpon kell, hogy elférjenek. Hát itt gyakorlatilag ástam egy fél méteres szelvényt és már az aljában áll a víz. Ez persze nem lett meg, mert ezt akartuk bemutatni. Nagyon gyakran egyébként, hogyha a felszínen víz van, attól még nem biztos, hogy lent is víz van. Ugye nagyon sok olyan táblánk van, ami erősen pangóvizes, és egyszerűen a felszíni vizek nem tudnak a rossz talajszerkezet miatt lemenni. Hát ez itt alapvetően más. Tehát itt látjuk, hogy nagyon nagy a vízgyűjtő terület, olyan igazi jó savanyú, füves, kaszáló rét, ami ennek ilyenkor itt lenni kellene. Sokszor a nád is megjelenik benne, attól függ, hogy éppen merre megyünk. Hát itt a nádak itt vannak közvetlenül mellettünk. Ha elkészült a szelvény, akkor ugye odáig jutottunk, hogy a szelvénynek a falát így szépen egyenesre vágtuk, ásóval. Abszolút sima. És ö, persze azon sok minden látszik, mint ahogy például ez egy, ugye a másik oldal kiszedtük az ásóval, és akkor ilyen egyenes felszínt ad, és amikor keresünk rajta mindenféle kiválásokat, ezt, azt, ez az nem mindig látszik rajta. És ezért utána azt csináljuk, hogy fogjuk és beleszúrjuk a kést, és akkor így szépen oldalra feszítve megpróbáljuk a talaj felszínét leválasztani méghozzá úgy, hogy a meglévő valós repedések mentén törjön el. Ugye, e, hogyha itt van egy nagyon szép, ugye ilyen amikor, és hogyha eltöröm így, akkor látszik, hogy ezt csinálom a késsel is, hogy teljesen más felszín. Itt előjönnek azok a kiválások, amit a repedésekben áramló talajoldatok hoznak létre, vagy ahova például itt jelen esetben, ugye sok esetben bejut először a víz. És hát itt ugye a szelvénynél pedig ezt úgy csináljuk, hogy fogjuk, és így szépen elkezdjük. Csak ugye ez most nem működik jól, mert nagyon ragad, de gyakorlatilag. Meg ráadásul úgy szoktuk, hogy ha már szépek akarunk lenni, hogy elindulunk az egyik irányból, és hogy ne maradjanak késnyomok benne, ezért egy irányba haladunk, és mindig, amikor benyomom, akkor itt marad a késnyom. De a következővel pont ki tudom törni azt, ami a késnyom volt. Aztán utána jövök a következő sorra így alá, és akkor gyakorlatilag végig tördelem magát a szelvénynek a felszínét. Nagyon szépen látszik ebből a szelvényből is, hogy itt uh, miért kell egy vágott oldalt, és mindig meghagyjuk az egyik vágott oldalt, középre beteszünk egy, egy uh, szalagot, egy mérőszalagot, hogy lássuk, hogy milyen mélyen vagyunk. A másik oldal pedig a repesztett. És remélem, majd képeken is látszik a mérőben, nagyon szép, hogy ez az oldal sokkal vörösebb, ez meg sokkal szürkébb. És ennek megvan az oka. Ez azt mutatja, hogy itt ezen a területen, gyakorlatilag a víznek az igen jelentős része nem csak alulról jön, hanem felülről. Ezt abból látjuk ebben a szelvényben, hogy ha szürkébb a tört oldal, mint a vágott oldal, a vágott oldalban mit látunk? Magát, a talaj anyagot, a mátrixot, amit így elvágunk, és akkor az nem az a felszín lesz, ahova a levegő meg a víz bemegy, hanem ez a szemcséknek, a talajszerkezeti elemeinek a belseje. A másik oldalon töröttnél viszont full szürke, tehát amikor jön föntől a víz, akkor először a repedésekben áll meg, és ott fogja redukálni a talajt, és a repedések falát szürkíti be jobban, és a mátrix meg sok esetben marad kicsit vörösesebb. Tehát ebből a kis egyszerű összehasonlításból már látjuk azt, hogy itt ilyen helyeken, itt a völgytalpon is, a szűk völgytalpon, nagyon sok víz érkezik jobbról-balról, és ez a jobbról balról érkező víz, ez alulról megemelkedik, de fölülről is ráfolyik, és akkor nem tud beszivárogni, úgyhogy itt egyszerre van jelen a talajvíz hatás, és a pangóvíz hatás is. Hát ilyen ez a gyönyörű réti talaj, és ha jobban megnézzük, ilyen mély galambszürke vörös kiválásai vannak, hát ugye. az azt kell, hogy nagyon hosszú ideig álljon a vízben az anyag, és akkor gyakorlatilag a barna szint adó vas, az gyakorlatilag redukálódik, és elveszíti ezt a színét, és utána, amikor átlevegőzik, akkor újra kivágódik, vagy kicsapódik, és akkor vörösszínű vas formájában. Ugye ez egy állandóan vízben áll, ülő rész, ez mit lehet látni itt a másik oldalon, hogy mennyire szép szürke-vörös, 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 ugye ez a glejesedés a réti talajoknak a sajátja, gyakorlatilag a szürke részből a vas kivonul, és aztán a repedések felszínén, ahol először bejön a levegő a szárazabb időszak elején, ott rögtön az oxigénnel találkozva redukált vast szépen újra kicsapódik. És akkor ettől lesz ilyen szép foltos, mint amilyen. Ezeknek a megjelenése nagyon szépen magyarázza hogy általában a talajszervények vízgazdálkodását. Ez nagyon élesen látszik, tehát ez egy típus eset. De van nagyon gyakran, hogy csak éppen árnyalatnyi különbségeket látunk benne, és ezek az árnyalatok mutatják, hogy a szervényben hol áll meg a víz, milyen mélyen megy le, mennyi ideig tartózkodik ott, és ahol a víz van, ott a tápanyag, mivel felszínről megy lefelé, az esetek jelentős részébe megy vele, azokon a részeken, ahol ugye megpang, ott elkezd felhalmozódni a tápanyag is, mert oda leszállítódik, és hogyha a víz nem megy tovább, akkor a tápanyag sem egy tovább. Itt vagyunk a völgytalp kisimuló legmélyebb részén. Ugye nagyon sok a homokos üledék a környezetünkben, néhol ilyen vékonyabb, agyagosabb csíkokkal, hát itt látszik, hogy ez, ez eléggé agyag és tök érdekes, hogy miért van itt pontosan agyag. Hát nyilván, amikor itt a környező domboldalaknak az anyagát hordja le a víz, akkor hozza a homokot is, meg az agyakot is. De a homok az általában itt a széleken már megáll, és itt a lejtő lábakat tölti fel, a víz, az áramló víz viszont a nagyon apró agyagot meg be tudja hozni egészen a völgytalp aljára, a síkra is, és akkor itt már egy ilyen szép víz által történő osztályozás, szétválasztás van. És nem véletlen egyébként, itt nem csak azért jön fel a víz, mert itt a völgytalpon vagyunk, hanem azért is, mert ez az agyag, ami tulajdonképpen nem annyira nagyon tiszta agyag, mert azért még ide is kerülnek be durvább üledékek, tehát ez egy olyan agyagos májok fizikai féleség, de ez nagyon szépen tudja szívni az anyagot felfelé, a vizet, és így folyamatosan emelkedik. Még várunk egy picit, még legalább egy olyan 10-20 centit fel fog jönni, és lehet, hogy a felszín alatt egy 10-15 centivel áll meg. Gyakran megesik azonban ellenben, hogyha egy szép szelvényt, különösen egy réti talajt akarunk bemutatni, mint ahogy ezt korábban elmondtuk, hát ilyenkor nem nagy esélyünk van arra, hogy ezt megmutassuk. Ilyenkor többféle lehetőségünk van, vagy kijövünk nyáron, amikor lejjebb megy a talajvíz, vagy pedig, bár távolról sem olyan jó, akkor csinálunk egy ilyen fúró mintát. Ez nem lesz tökéletes. Azért nem lesz, mert ugye a fúrás minta az, amit az előbb meséltem a szerkezetről, az itt ritkán fog megmaradni, mert ugye ahogy így tekeri a fúró, így gyakorlatilag össze-vissza bolygatja, és csinál egy ilyen összekevert anyagot, de a mélységi szintek azért látszani fognak. Kifúrom az anyagot, és akkor ez szépen a saját mélység helyességében, tehát amilyen mérő vettem, úgy a tárcának olyan mélységére szépen visszahelyezem a mintát, és akkor össze tudok rakni egy ilyen bolygatott talajszervényt. És akkor utána egyszerűen, mivel ezt a tetejéről vettük, itt a teteje, fogom, és innen kiszedem a mintát, és szépen belehelyezem a tálcába. Így körülbelül itt járunk jelen pillanatban, ebben a mélységben. Majd fogjuk és visszatesszük, magyarul folytatjuk a fúrást, és akkor megyünk tovább lefelé. Ennek a szervénynek annyi előnye van, hogy ilyenkor legalább könnyű fúrni. Eztán így megfogom itt, olyan mélységben, ahol a teteje volt, mert tudom, hogy itt volt a talaj felszín, utána újra legugolok, és itt szépen folytatom a szelvénynek a, az építését, vagyis hát, hogy kiszedését. És akkor most jelen pillanatban így állunk ebben a mélységben. Persze, ha ennyire nedves a szelvény, mint most, akkor el lehet képzelni, különösen, ha ilyen agyagos is, hogyha ez ilyenkor vizet kap, akkor meg tágul, megduzzad, tehát sokkal kisebb lesz a térfogata valójában, mint amekkora egyébként, úgyhogy ezért aztán nem mindig tölti ki a tálcát, de az most minket nem fog zavarni. És itt járunk. Ahogy már így mélyebbre megyünk, akkor azért gyakran nem ilyen nedvesen, de gyakran megtörténik, hogy így behullik a tetejéről. Úgyhogy ezt ilyenkor már ki szoktuk dobni, mert azért is, mert ez így felesleges, itt volt a mélység, és akkor gyakorlatilag folytatom itt a tárcának a töltögetését. Mint látjuk, ez nem a világ pontossága, de hát ilyenkor max. ennyire jó. És közben azért ezt lehet látni, hogy ezt fogjuk majd vele csinálni, hogy bár bolygatott, de ha szépen fogjuk és el tudjuk törni, így, akkor ilyen többé-kevésbé kvázi, Uh, már most jó sok talajunk van. Kvázi szerkezetet is tudunk mutogatni. Itt már kezdenek előjönni ezek a nagyon mély galambszürke igazi, lehet érezni ezt a jó mocsászagot már belőle. És akkor haladunk tovább, meg itt hát ugyanígy megjelentek már itt a szép vörös kiválásaink. Itt azért sok minden látszik, az előbb ugye beszéltünk a pangóvízről. Itt viszont már ilyen mélyen vagyunk, és ami ugye nem meglepő, de szinte kötelezően vártuk, és ezt egy szép nyári napon lehetne is látni, elkezd fakulni a felszíne. Lehet látni, hogy jönnek ezek a világosabb anyagok itt benne, ahhoz képest, amit lejjebb volt. Látszik így szépen, ahogy világosodik ki. Részben ugye csökken a szerves anyag, részben pedig ugye egyre reduktívabb, szürkülőbb anyag fog benne lenni, mert minél tovább van vízhatás alatt, ugye milyen szép szürke, most már, most itt járunk, minél tovább van vízhatás alatt, annál kevésbé ö, van ideje arra, hogy visszaoxidálódjon, és akkor szürke marad az anyag. És akkor őt is kitesszük. Is. Hát ez már jó. Ragacsos. Nem nagyon akarja az igazságot, de csak megadja magát. Látszik, hogy ez a szürke, amire tetején még csak ritkában van, itt már elkezd uralkodni. De persze itt még itt vannak a egyre kevesebb, de egyre látványosabb, mint a háttér egyre szürkébb kiválások. Na itt most hirtelen a hangja is megváltozott. Ó, oh, elértük a talajvizet. És látszik, hogy itt gyakorlatilag már teljesen szürke színű anyagunk van. A nagy része vissza is ment a szelvénybe, mert vissza most a víz. Hát ez már ilyen. De lehet látni, hogy tel is készült a szelvényünk. Hát ez már a csuromvíz kategória, és ami érdekes emellett az az, hogy a textúrája is változik, ami nem csoda, mert általában ahogy haladunk egy ilyen feltöltődő területnél lefelé, úgy egyre inkább durvul az anyag, és ez, ebben egyre több a homok, sőt. Ez már, mint látszik, ilyen nagyon szép homokos, vályogos homok, vagy inkább homokos vályog, mert ezért ez már vályog kategória, csak homokos vályog, a homok tartalma nagyon erősen megnövekedett, Hát látjuk, hogy föntről lefelé aladva hihetetlen gyönyörű szintjei vannak. A tetején van egy humuszos ászint, már ott is megjelennek ezek az apróbb, nagyobb vaskiválások, aztán hirtelen ugye jön ez a szürkülés, itt még megvan a sok humuszanyag, tehát még ilyen barna, barnás, fekete színű, de már sok helyen ugye kijön a szürke és a vörös. Aztán a szürkülés veszi át az uralkodást gyakorlatilag, tehát, ami azt jelenti, hogy a szerves tartalom csökken, a humusztartalom csökken, és itt már gyakorlatilag a szervetlen fázisnak a vas redukciója és oxidációja, ami reduktív, vagy ahonnan elment a vas, inkább úgy fogalmaznék, ugye az a szürke, és eh, ahol pedig ugye száraz időszakban megreped az anyag, és oda bemegy a levegő, akkor ott szépen eh, a vas újra kiválik. És aztán haladunk lefelé, akkor meg még azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyre homokosabbá válik az anyag ami ugye minden egyes feltöltődő területnél, amikor még mélyen vagyunk, akkor még valószínűleg a felszín is mélyebb volt, tehát nagyobb erővel tudott a folyó patak ide érkezni, és akkor az feltöltötte itt ezt a területet. Viszont minél jobban feltöltődik, ugye már itt jár, akkor már fél métert elvesztettünk a magasság különbségből, tehát annyival kisebb erővel érkezik, tehát finomabb anyagokat fog hozni, ezért ezeken a az üledékes területeken, vagy öntéstalajokon, vagy öntéseredetű felszíni anyagokon mindig azt látjuk, hogy lefelé durvul, felfelé pedig finomodik az anyag. Elkészült ugye a szelvényünk, minden szelvény olyan, amilyen, van, ami egyszerűbbnek tűnik, van, ami bonyolultabb. Ugye nyilván, amikor egy szelvényt leírunk, akkor mindig elsőre ránézünk, és megkeressük azokat a szemmel látható, triviális ö, különbségeket, amit a szén, a szerkezet, vagy bármi okoz. Ö, ennek ugye az egyik lépése az, amit ugye már a másik szelvénynél is mondtunk, hogy ugye egy szelvényt mindig úgy írunk le, vagy úgy készítünk elő, hogy az egyik oldala ugye a vágott, ami amit ásóval szépen levágunk, a másik oldalán pedig ugye szépen, ahogy a másik szelvényre nem sikerült, mert csúrom víz volt, meg agyagos, így szépen elkezdjük így késsel kitördelni. Ennek ugye az a szerepe, hogy gyakorlatilag feltárjuk azokat a természetes repedés felszíneket, pórusokat, amelyek mentén ugye nagyon sok anyagáramlás történik, látjuk, hogy itt tele van apró kis gilisztákkal, itt két centin belül már a második kis apró gilisztácskánk van. Közben ugye látszik, hogy ami gyökerek benne vannak, azokat is ugye, mivel leszedjük róluk a talajt, így aztán szépen ők is feltáródnak. És akkor lesz egy ilyen szelvényünk, így szoktuk ugye lefotózni elsőre, amíg ugye még szép, és nem romboljuk össze a darabjait. Megszoktuk nézni, hogy van-e bármiféle színbeli változatosság. Hát ugye ezen a szellvényen gyakorlatilag majdnem, hogy semmi nem látszik, azt leszámítva, hogy 25 centi-től 35 centig van egy nagyon kis ö, ö, a fakó elszíneződése. Ez a nagyon kis fakó elszíneződés a tetejéhez képest, a szerkezete is változik, sokkal homokosabb, ugye már lehet látni, itt az előzőhöz képest már ilyen, amikor szétgyúrom. Tehát a fizikai féleségeit 25-től kezdve már homokos vájuk fizikai féleség, és közben az látszik, mintha sok ilyen kis fakó részecske lenne benne. Ez pedig ugye annak az eredménye, meg hogyha jól közelről megnézzük, itt ezen a felszínen nagyon sok a vörös. Ennek a vörösnek a jelentős része ez a jelenkori málás. Itt is itt van egy szép ilyen kis vörös kövecske, ugye amikor ez az anyag elkezd mállani, akkor a felszínén rögtön megjelenik a vas. Hát ugye nyilvánvalóan a mállást, az ezekből a szilikátos anyagokból kikerülő ö, vas jelzi a legjobban, nincs belőle olyan sok, mint amennyire színez, de ugye a vas az egyedüli olyan ásvány, aminek nagyon szép színes változatai vannak, és ezek a színes ásványok aztán jelzik, hogy hogyan alakul a világ. Tehát itt van egy ilyen sokkal kevésbé mállott, sokkal fiatalabb, tele, frissen málló, felszabadult kis kőzet darabkával. Tehát ez majdnem egy olyan rész, amit úgy is nevezhetnénk, hogyha van egy ászintünk, az egyenletesen humuszos ászint, tele gyökerekkel, 0 és 25 centi között, aztán 25-től 35-ig van egy átmeneti szintem, ami egy AC szint gyakorlatilag, tehát itt már e, ilyen gyönyörű, hát törhető még, de még átörökölte a kőzetnek a, a szerkezetét, tehát ugyanilyen laposkára törik, de ez már annyira elmállott, hogy, hogy bár szerkezeti rendszerében meg ugye még látszanak ezek a nagy ásványok benne, azok a kis darabkák, ezek az ásványok, tehát azok a homok, szemcse méretű átöröklött anyagok, de mégis közben már teljesen szét lehet túrni, tehát ez a frissen máló, a legfrissebben máló része, és aztán 35 alatt pedig már itt van a nem málott kőzet. Akkor megnézzük a színét. Ugye a színnek két összetevője van, az egyik a málottság foka, ez a barna, sárga, vöröses színek, ez mindig, vagy esetleg jelentős részében ugye a a vashoz kötődik, persze ugye a mészisztus, mész is tud színezni, meg a sók, meg bármi más, meg a mangán is tud. nem Ez ugye az ásványtani oldala. A másik oldal pedig az, hogy ugye. A másik fő színező tényező a szerves anyag. És azt tudjuk, hogy ugye föntről lefelé, ahonnan a legtöbb szert, mert minden szerves anyag itt hal el, meg ugye a gyökértömeg, akkor az, amikor elkezd humuszosodni, lebomlani, akkor annak hatására a talajszíne feketedik. És hát, hogy ne kelljen mindig minden egyes alkalommal ö, laborba menni és megméregetni azt, hogy mennyi a humusz tartalma a talajnak, ezért ilyen egyszerű szín alapján történő összefüggéseket is szoktunk alkalmazni. Ha megnézzük, például, ugye vannak ilyen különböző színű standard lapocskák, fogunk egy talajmintát, ezt szépen összehasonlítjuk, és akkor ki fog jönni, hogy ez a kis talajminta, ugye ez a 10YR, ez egy kódrendszer, az Y az a yellow, az R az a red, tehát a vörös és a sárga ányalatainak keveréséből jönnek össze. Ugye ez a 10YR, mi ezt használjuk leggyakrabban, mert a götiteknek a Magyarországon, meg az erdőtalajok, a barna erdőtalajok színét adó götit, ugye ez, ez a, a 10YR-es kategória, és akkor megnézem, és azt látom, hogy akkor valószínűleg ez, ugye ehhez hasonlít a legjobban, ez az a színe, és akkor azt mondom, hogy 10YR 5 per 4-es. A 10YR 5 per 4-es, az azt jelenti, hogy látszik, hogy a... a, a a számok csökkennek, úgy egyre sötétebbé válik. Tehát gyakorlatilag erre felé nő a mállottság mértéke, egyre jobban színesedik, erre pedig a humus tartalom nő tulajdonképpen, vagy a tartalom, az elbomlott tartalom, így gyakorlatilag az egész talajnak a színe sötétedik. És hogyha az hármas, vagy kettes, vagy egyes, akkor tudjuk, hogy ennek a tartalma statisztikai összevetések alapján legalább 1% humus tartalom, illetve a fölötti, és hogyha ezt megnézzük, akkor már ezt tudjuk jellemezni. Ez 5 per 4 es ez is arra utal, hogy ez egy nagyon fiatal felszín, mert egyszerűen még nem gyűjt benne össze annyi humuszanyag, nem humuszosodott olyan mértékben, mint ahogy kellett volna, vagy nem kellett volna, ugye az élet ilyen, tehát itt ott, tam, ott mindenütt másfélék a talajaink. Például, ami nem látszik, ugye a méztartalom a talajtamban, a méztartalom nagyon-nagyon fontos, mert ugye majdnem minden talajképző közetünk, ugye a vulkanitokat leszámítva meszes. Én azt gondolom, hogy mint például az itt legfontosabb tengeri üledékek, és azt látjuk, hogy a tetejétől kezdve a megcsöppentjük, pezseg, mint a zatom. Tehát nagyon sok mész van benne. Ugye itt lehet látni. Innentől kezdve aztán már nagyon erősen pezseg. Tehát itt már a pesgés mértéke is fontos. Tehát nézzük meg még egyszer a fentről, is nagyon pezseg, de ha itt meg pezsegtetjük, szinte robban és lefolyik az anyag. Ezt egyszerű háztartási sósavval is megcsinálhatjuk. Nyilván ez nem fog minket meglepni, mert az, ami ugye itt triviális lesz, az az, hogy maga a kőzet is, Ugye ezek a tengeri üledékek, ezek az esetek jelentős részében szinte mindig euh, karbonátosak. Ugye az, hogy van-e benne karbonát, vagy nincs benne karbonát, ez nagyon-nagyon fontos nekünk, különösen ilyen helyen, ahol most vagyunk, ahol erdők lennének. Az erdő pedig mindig ott van, ahol több a csapadék, mint a párolgás. Tehát kirúgzási típusú a vízháztartás, fentről lefelé áramlik a talajoldat, az eső, a víz. És hát ez azt kell, hogy jelentse, hogy lassan, de biztosan a meszet szépen lassan pár ezer év alatt uh, kimossa a talaj szelvényből. Uh, ha viszont a tetejéig meses, és ilyen nagyon egyöntetű szelvényünk van, az azt jelenti, hogy ez nem lúgozódott ki. Tehát ebből nem ment ki a mész, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon friss anyag, amit látunk egyébként, hogy ez egy most is erodálódó felszín, most is pusztul, mivel mindenfelé nézünk domború, és az azt jelenti, hogy meglátjuk, hogy egy ilyen kis anomália, itt van a völgytal közepén egy megmaradt kis lerodálódott kúpocska, ami még mindig ellenáll a környezetének és az eróziónak, de azért a felszíné az folyamatosan pusztul, és ennek eredményeképpen, különösen ezt, ha néha megszántották vagy megbolygatták, akkor ugye ezt a feltalajt még jól össze is keverték, beletépték egy picit a a kőzetnek a felsőbb darabjait, és akkor ez folyamatosan messzes. De itt még csak meg se kellett bolygatni, mert ez annyira sekély, és annyira frissen képződött. Szépen lassan azt kell elképzelni, hogy itt ez a szilárd kőzet, ez szépen lassan szétesik apró darabjaira, fizikailag aprózódik, és akkor lesz belőle egy ilyen anyag, ami, ami most ugye a talajszervényünket jellemzi. Tehát ebből, hogy végig csepegtettük, már rögtön tudjuk, hogy a pH-ja ennek lúgos lesz, mert amiben mész van, az legalább 7-es pH-jú, és hogyha ennyire erősen messzes, az azt jelenti, hogy legalább 5-10 százalék közötti mész van benne biztosan, és az azt jelenti, hogy a pH-ja is 8 felé közelít. Tehát egy ilyen egyszerű mérésből már nagyon sok mindent látunk, amit egyébként nagyon sok helyen az országban arra is tudunk használni, hogy ha itt nem lenne erózió, akkor itt savanyú talajoknak, erdőtalajoknak kellene lenni. Ha itt bárhol megjelenik a mész, itt azt jelenti, hogy valami miatt a felszín nagyon gyorsan pusztul, és a messzes talajképzőkőzet jön a felszíne. Aztán szoktunk vezetőképességet, nedvességtartalmat mérni, hát ez ugye nem lesz minden helyszínen, ez is nagyon hasznos tud lenni eh, gazdálkodóknak, szelvényleíróknak. Ez most azt mondja nekem, hogy 40,6% a, a nedvesség tartalma, és 126 millisiemens per méter a vezető képessége, és 13,9 fokos. És akkor így sokszor végig szoktuk mérni így 10 cm-enként, és akkor azt látjuk, hogy 20-nál pedig 40,2, 135, nagyon homogén az anyag, nyilván ez így érezhető, hogy, hogy, ez az egész egy ilyen viszonylag bolygatott, átkevert felszín, homogenizálódott felszín, de azért szerencsére nagyon nincsen tönkretéve, 30 centiben még mindig 40,8 és 147 milliszímez, nagyon egyhén emelkedik. Nagyon enyhe emelkedés, ugye a vezetőképesség az ilyen esetben ugye mindig arra utal, hogy mennyi oldott anyag van benne, mennyi a só benne tulajdonképpen, és a só a mész is, meg a tápanyagok is, meg a nátriumklorid is, meg bármi más, ami oldatba tud menni, és megváltoztatja a vezetőképességet. Tehát ha nő a vezetőképesség, akkor itt valószínűleg a pH még jobban emelkedik, és hát ezt ebből az egyszerű mérésből is látjuk. Az, hogy 40% volt benne a nedvesség tartalom, ez jelen pillanatban annyit jelent, hogy ha hasunkra ütünk, és azt mondjuk, hogy általában a talajoknak a fele a pórustér, lehet ez 60 százalék is, de lehet 45 is, vagy 40, hogyha nagyon-nagyon tömörödött akkor hogyha ebből az 50-ből a 40-et nézzük, akkor azt jelentünk 80%-ig telített ez a talaj. Ez egy nagyon-nagyon ideális állapot, ugye a növények most az évhez nagyobb részéhez képest nagyon jól érzik magukat, mert ha körbenézünk egyébként, akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon száraz felszín itt a, a füves vegetáció állapota és összetétel, ez nagyon szépen mutatja, és hát miért lehet ez ilyen száraz? Nyilván azért ilyen száraz, mert egy kis dóm, nem tudnak mélyre menni a gyökerek, mert itt van 35 centivel a felszín alatt, vagy 30 centivel a felszín alatt itt van a szilárd kőzet, tehát gyakorlatilag 30 centi talajunk van összesen arra, hogy tárolja a nedvességet, a vizet, és nem csoda, hogy ez ilyen nagyon száraz, ö, ö, füves vegetációt hoz létre. A következő dolog, hogy elkezdjük úgy gyúrogatni, ugye veszünk mintát a tetejéből, ugye nagyon sok minden dolgot tudunk egyszerre nézni, hát ugye vannak a gyúrópróba, a finger test, amikor is fogjuk, és most ideális a nedvesség állapota, elkezdjük gyúrkálni. Nagyon sokféleképpen tudják ezt mérjecskélni. Ha egyáltalán nem gyúrható, a gyúrhatóság mértéke az állhatóában ugye annak a függvénye, hogy mennyi agyag van benne, mert az agyag ragaszt hogyha nagyon sok agyag van, akkor bármit meg tudok belőle csinálni, úgy összetudom gyúrni, hogy a végén, hogy nem csak gombócot csinálok belőle, hanem tudok belőle ilyen kis hurkát is csinálni, ekkor már a vájognál vagyok, és hogyha ezt úgy összetudom hajtogatni, amit ezen már nem tudok, hogy ilyen kis perecet is tudok belőle csinálni, akkor pedig már agyag. Vagy ugye nagyon sok egyéb más módszer van, ha ez jó agyagos ez a szelvény, és így elkezdem nyomni, akkor ilyen vékony agyaglemezkék jönnek. Ez látszik, hogy elszakad, de az is látszik, hogy azért gyúrható. Ha elszakad, és jobban megnézzük közelebbről, akkor olyan a széle, mint a halasi csipke, azért, mert ugye a nagy homokszemcsék gyakorlatilag nem engedik ilyen élesre vágódni, lapítódni, hanem mindig megszakad ez a vékony lemezke a homokszemcsék miatt, tehát látszik, hogy nagyon sok homok van benne, ami nem lep meg természetesen, mert ugye ebben a slír nevű eh, homokos, néhol agyagos, néhol tarka agyagos eh, üledék rendszerbe, ugye nagyon sok homok, a homok az, ami uralkodik, ennek is legalább ugye a fele homok, de nagyon sok agyag van benne, meg egy kevés iszap, tehát gyakorlatilag ez egy gyönyörű vályog fizikai féleség, vagy talán agyagos vályog, így most a gyúró próba alapján nem, de inkább vályog, egy nagyon szép vályog fizikai féleségű eh, talajunk van. Meg szoktuk nézni, hogy van-e bármiféle színbeli változatosság. Hát ugye ezen a szelvényen gyakorlatilag majdnem, hogy semmi nem látszik, azt leszámítva, hogy 25 centitől 35 centig van egy nagyon kis ö, ö, a fakó elszíneződése. Ez a nagyon kis fakó elszíneződés a tetejéhez képest, a szerkezete is változik, sokkal homokosabb, ugye már lehet látni, itt az előzőhöz képest már ilyen, amikor szétgyúrom. Tehát a fizikai féleségeit 25-től kezdve már homokos vájuk fizikai féleség, és közben az látszik, mintha sok ilyen kis fakó részecske lenne benne. Ez pedig ugye annak az eredménye, meg hogyha jól közelről megnézzük, itt ezen a felszínen nagyon sok a vörös. Ennek a vörösnek a jelentős része ez a jelenkori málás. Itt is itt van egy szép ilyen kis vörös kövecske, Ugye, amikor ez az anyag elkezd mállani, akkor a felszínén rögtön megjelenik a vas. Hát ugye nyilvánvalóan a mállást az ezekből a szilikátos anyagokból kikerülő vas jelzi a legjobban. Nincs belőle olyan sok, mint amennyire színez, de ugye a vas az egyedüli olyan ásvány, aminek nagyon szép színes. Változatai vannak, és ezek a színes ásványok aztán jelzik, hogy hogyan alakul a világ. Tehát itt van egy ilyen sokkal kevésbé málott, sokkal fiatalabb, tele, frissen máló, felszabadult kis kőzet darabkával, tehát ez majdnem egy olyan rész, amit úgy is nevezhetnénk, hogyha van egy A szintünk, az egyenletesen humuszos A szint tele gyökerekkel 0 és 25 centi között, aztán 25-től 35-ig van egy átmeneti szintem, ami egy AC szint gyakorlatilag, tehát itt már e, ilyen gyönyörű, hát törhető még, de még átörökölte a kőzetnek a, a szerkezetét, tehát ugyanilyen laposkára törik, de ez már annyira elmállott, hogy, hogy bár szerkezeti rendszerében meg ugye még látszanak ezek a nagy ásványok benne, azok a kis darabkák, ezek az ásványok, tehát azok a homok, szemcseméretű méretű átöröklött anyagok, de mégis közben már teljesen szét lehet túrni, tehát ez a frissen máló, a legfrissebben máló része, és aztán 35 alatt pedig már itt van a nem málott kőzet. Mivel ugye ez egy olyan anyag, ami viszonylag sekély, magas, lefolyik a víz minden irányban, ezért ez egy nagyon szárosságra hajló hely. És erre reagálnak a növények, is, meg lehet nézni, hogy gyakorlatilag itt a tetején, mondjuk a 35-től 50 centig, amikor már azt látjuk, hogy ez már szálban álló, kőkemény, de olyan, ami már elkezdett repedezni. Tehát itt már ilyen nagy darabok vannak, és a nagy repedések mentén elindul lefelé ugye a gyökér. Ez azért teszi meg nagyon gyakran, mert amikor a gyökér vagy megy lefelé, akkor itt gyakorlatilag szűz kőzetet talál, ahol a még el nem málott ásványok éppen most kerülnek oda. Tehát gyakorlatilag ezekből bár nem készen kapja az, a tápanyagokat, de tud lakmározni, mert viszonylag sok a frissen máló ásvány. Ráadásul ugye ezekbe a repedésekbe, ha bejön a víz, akkor itt csapdázódik. Tehát a száraz időszakban is, itt a, a közetnek a felső 15 cm-ében, itt ezekben a kis zsebecskékben, repedésekben, hogy gyakorlatilag elbújik a víz, és akkor ide a száraz időszakban a bejövő kis gyökérkék nagyon szép át e, e, túlélő e, helyeket találnak, és akkor az idáig legyökerező növények a száraz időszakban nem ebből a fő gyökértömegből, hanem ebből a pár gyökérből, ami ezek azért látszanak itt, ahogy megtördelem szépen, mert ha ez mutatja, hogyha eltöröm, és egyre több lesz a gyökér, akkor az mindig annak az eredménye, hogy gyakorlatilag a itt, itt is a repedésekben bújó gyökereket tudom a felszínre hozni. Mint itt is. Még ott is ott vannak, itt jönnek elő szépen sorba ott fekszik rajta. Ott is lehet látni, ahogy itt a kőzetnek így a... Nyilván, hogy emelkedik ki így az elsődleges repedések, mert ezek üledékes kőzetek, és még nagyjából vízszintesek. Így így megkönnyebbedik, így feljön, meg ez a teteje jobban kiszárad, mint az alja, így a rétegek elválnak. Abban a pillanatban ilyen vízszintes repedés sorok jönnek létre, és abban már látszik, hogy itt szépen bele is nőtt a a gyökerecskénk, és végig ezt az egész lapot, meg a másik lap közötti területet szépen be is jártam. Ha össze akarjuk foglalni, akkor azt tudjuk, hogy a tetejé karbona igen sekély, a talajképző kőzet 35 centinél megjelenik. 35 centi a talajosodott rész, ebben két szintünk van, van egy 0.25 meg egy 25 30. A 25 30 az már egy átmeneti szint a talajképző közet felé. Ott még felismerhetők a, a közetnek a darabjai, de már teljesen el vannak málva puhák, kézzel szét tudom őket gyúrni, fizikai félesége pedig homokos vályog fölötte pedig egy nagyon szép vályogunk van, amiben az agyaktartalom és több, ez a már teljesen uh, szétesett, Mállott a de a málláson túl, vagy a, a, a mállás nem tudott előre haladni, mert még a mésztől sem szabadultunk meg, a tetejétől kezdve az egész tulajdonképpen tiszta mész, ami meg messzes, annak a pH-ja meg 7-es feletti, itt jelen esetben 8-as körüli még intenzív mállás nincsen, intenzív kirúgzás nincsen, tehát gyakorlatilag az agyagosodás, agyagvándorlás, hogy bármi, ami erre a területre jellemző lenne, ennek nyomát se fogjuk itt találni. Tehát ez is arra utal, hogy egy nagyon friss anyag, ami nem tudott kirúgzódni, nem tudott humuszosodni, többé-kevésbé odáig jutott, hogy fizikailag aprózódott, és a kőzet szétesett, és nagyon enyhén elindult a talajosodás útján, de itt közülbelül meg is állt. Ugye ezt hívja a talajtan úgy, hogy földes kopár, tehát ez a legfiatalabb, leggyengébben fejlett talajoknak az egyik megjelenési formája. Úgyhogy egy ilyen szép talajszelvényt tátnunk fel. Megint csak azt kell egyébként mondanom összevetésképpen, hogy ástunk egy kis szelvényt, megnéztük a talajt, és egy pillanat alatt ez az egész kis valami, ami a környezetünkben kialakult, az, az úgy megmagyarázható. Természetföldrajzi fejlődésében, növényzetében, miért szárasság tűrő vagy miért ilyen ritkás gyep az, ami a felszínen van, de megint volt egy gyönyörű talajszelvényünk. Zabaron. Még egyszer visszatérnék ehhez a szervényhez. Most, hogy a másik szervényt így végignéztük. Ez az a szervény, ami ennek a kis dombocskának a lábánál van. Szokásos standard dolgunk Megcseppentem, És hát pezeg, de szinte alig. Aki emlékszik arra az, el, az előző cseppentése, az azt látja, hogy igen, ennek valószínűleg úgy kell működnie, ahogy működik gyakorlatilag, hogy végén, ugye mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy ami éppen, hogy látszik rajta, ez olyan egy-két keresztes közötti állapot, és amikor meg már robban, mint ahogy itt az alján már nagyon szép látszik, hogy megcsepegtettem, a buborékok szét folyatják gyakorlatilag az alját. Nagyon meredek dombok vannak, nagyon hihetetlen nagy az erúzió, amit végigmegy. És mindenütt, ahol a meredek domboknak az oldalán jön le az anyag, akkor mind karbonátos friss anyagot hoz. Igen, de ez egy hosszú völgy, és állandóan mossa-mossa, mint Ágnes asszony a patakban, ezért ugye itt nem egy szokásos fentről lefelé történő kilúgás van, hanem ez a nagy mennyiségű anyag, amit a völgytalpon összegyűlik, ezt folyamatosan a rajta átfolyó, átszivárgó vizek folyamatosan mossák, aminek eredményeképpen folyamatosan csökken a tartalma. Tehát itt az is nagyon szépen utal nekem arra, amit az előbb mondtam, hogyha ennyire meszes, ott mindig nagyon intenzív, erodálódó, kihantolódó felszínek vannak, még ha itt szépen lefelé megyünk, ebben a mész országban, ami körülöttünk van a meszes talajképző kőzet miatt, minden esetben jelen van a mész, de az ilyen völgytalpi területeken egy-két százaléknyi mész van. Kivéve ott, ahol aztán mélyen lemegyünk, egy méter alá, ahol megváltozik az anyag, bejön a homok, és ebbe a homokba már ott van az a mész, ami ugye mutatja, hogy ez az eredeti homok, ez az eredeti talajképzőkőzetnek a messzes homokja, amire ez a sokkal finomabb üledék, ez az agyagos vályog már ráholdódott, de ez már utazott anyag. És az utazott anyag az mindig ugye utazik a friss vízben, az édes vízben, amiben ugye mindig sokkal nagyobb hely van a méznek, a mész oldódásának, tehát ezek mindig meszet veszítenek. Ettől nagyon-nagyon szép, és itt látszik a legjobban, hogy miért érdemes ugye a meszet itt is, meg ott is megnézni, és milyen információkat ad nekünk.